akar változni. Nagy átok van rajta, miért tudlak szeretni? tehát a népköltészet és a népi kultúra. Életemnek egyik legfontosabb korszaka volt, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy mit jelentett ez az életemben, valami olyasfélét tudnék mondani, mint amikor így és visszaemlékezett a maga ifjúságára, a maguk ifjúságára, a nemzedéke kezdésére, a 30-as évekre, ugye akkor, amikor írták a szociográfiákat, és az egész országot lázba, lázba hozták azzal, hogy új hírt adtak a magyar nép állapotáról, a szociográfiákkal. Valami eféle történt velem is. Így és azt mondja, hogy a mi igazi szerepünk újdonságunk az volt, mint a mesebeli gyereké, aki azt mondta a királyra, rámerte mondani, hogy mesztelen. Mi ugyanezt csináltuk, csak mi a népre mondtuk rá azt, hogy mesztelen. És er volt büszke és egy kicsikét én is büszke vagyok arra, hogy a történelmnek abban a szakaszában és abban a pillanatában, amikor a népi kultúra élete veszélybe került, akkor mi nem báván álltunk a parton és engedtük azt, hogy elsodorja az idő, hanem mindent elkövettünk azért, hogy amit lehet, megőrizzünk. Ugye ez a szövetkezetesítés idejére esik különösebben, mert sajnos a szövetkezetesítés Magyarországon nem szervesen történt a parasság életével, hiszen történelmileg nézve a dolgot a magyar parasság mindig próbált megújulni, alkalmazkodni az új gazdasági föltételekhez, és hát a két világháború között nagy esélye lett volna arra, hogy a Dán és a Holland példát kövesse, hiszen német lászlóik is a kert Magyarország gondolatát annyira meggyökereztették itt a magyar tudatban, Sajnos jött a Második világháború, utána jött a kommunizmus, és ahelyett, hogy ezen az úton a holland és a dán úton indult volna el a magyar mezőgazdaság megújulása, modernizációja, jött a kolhozosítás, amelyik nem volt más, mint egy diktatúrikus szétverés a magyar parasságnak, a közösségnek, kultúrának, erköltnek, szokásennek, mindennek ugyanúgy robbantották szét a magyar paraszti társadalmat, mint ahogyan a nemzeti színházat lerombolták. Alá aknázták és a levegőbe röpítették. A magyar paraszti élettel ugyanezt történt. 1959-ben, 56 után az egyik diktatúrát követte a másik diktatúra, és ebből mind a mai napig nem tud kigyógyulni a magyar társadalom, és a magyar parasság ennek a következményeit, ennek a nyomorát éli ma is. Akkor mi eh, gazdaságilag nem tudtunk ezekbe a folyamatokba beleavatkozni, de kulturálisan mindenképpen. Mert azt éreztük meg, hogy eh, eh, ha minden bevitetnek a parassággal a szövetkezetekbe, a lelkét nem tudják bevitetni, a lelkét csak szétverni, szétzűleszteni tudják, sajnos ez megtörtént. És ö, ö, akkor nekem jutott eszembe az a ö, szinte jelszószerű gondolat, hogyha a parasság már nem lesz hagyomány, hagyományőrző továbbra, az, amit eddig őrzött, az már nem csak a parasságé volt, hanem az egész nemzeté. Tehát, ha a parasság nem hagyományőrző, akkor az magyar értelmiségnek lesz igazi kötelessége, hogy ezt a hagyományt megőrizze, megőrizze és továbbadja. Úgyhogy ez volt az, am amely engem a 60-as, 70-es években irányított belülről is, és hihetetlen erőt adott ahhoz, hogy amit lehet, megmentsünk meg. Na de még ide eljutottam, ez nem volt egyszerű. Én egy olyan faluba születtem, Zámolyon, 1930-ban, amely ugyan a koronázó városhoz, Székesfehérvárhoz volt közel, 13-14 kilométerre, de a vonat elkerülte. Emiatt elég zárt falu volt. Különös dolog, hogy protestánsok, katolikusok éltek, zömber protestánsok éltek a faluban, ennek ellenére rengeteg ősi hagyomány, ősi hit is megmaradt. Ahogyan a betlemi szokások, vagy a szüretibális, szüretibálos ördögök, maszkok, gólyacsőr, állarcok, amelyek Iézgették a, a gyerekeket, ö, ugye a régi ö, állarcos játékok közül megmaradtak, úgy a hiedelmek is megmaradtak. Egy példát mondok, és akkor ebből meg lehet érteni, hogy milyen kettős volt az én falumnak az állapota. Az első világháborúban az egyik zámai paraszt ö, megsérült, az akna a bala arcát teljesen ö, lehasította. És hát olyan ö, csúnya, olyan szörnyű volt, apokaliptikus seb, hogy ez a szerencsétlen ember ö, egész életében egy fekete kendővel takart el az arcát. Ö, ugye hozzászoktak az álmaiak ehhez, de nem tudták befogadni, nem tudták egyszerűen úgy kezelni, mint a többit, nem lehetett hozzászokni ehhez a szörnyűséghez, és a személyek köré bizonyos értelemben legendák is szövődtek, azt mondták, hogy a rossz szellem ebbe az emberbe beköltözik. És én a fülemmel hallottam, a saját fülemmel nyolc vagy kilenc éves lehettem, egy asztalos műhelyben, amikor elmesélték azt, hogy Tanárki Mihály néha kutya alakjában bolyong a faluban, mert magányos, ugye ezt senki nem áll vele szóba, és tegnap éjszaka is valaki kővel dobált meg egy kutyát, ahogy ment át a posta előtt, és a bizonyíték, hogy ez csak Tanárki Mihály lehetett, hogy Tanárki Mihály ágyba feküdt, lefeküdt, és négy napig nyomta az ágyat. Tehát a felvilágosultság, a protestantizmus mellett ilyen hiedelmek voltak, de nem csak ilyenek. Szembe lakott nagy őrzse néni, és ez különös, a tekintetér is emlékszem, különös, rejtélyes, talányos asszony volt, magányos asszony, és amikor átment a szomszédunkba, ment ki az öreg utcára, anyám megsápadva mindig azt mondta, Véres tejet fogadni a tején. Nagyörzsenéni átment a szomszédba, és nagyon ide nézett. Hiába, hát ilyen uh, hagyományok éltek uh, a faluban, és közben, uh, ugye, mindenféle dolgot hallottunk már a modern világról is, uh, de uh, ezeket nem lehetett kiiktatni. Tehát én egy olyan faluban öltem föl, ahol még. Népviseletbe jártak az emberek, szokásokhoz alkalmazkodtak. Igaz ugyan, hogy ezek a szokások, viselkedések már nagyon vegyesek voltak. A falvédők azok már nyomtatott falvédők voltak, tehát nem úgy varták őket, mint régen. Sőt, ha, ha népdalokra gondolok, akkor egyik nap azt hallottam, valamelyik lakodalom vagy szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, miért nem virágoztál minden fatetején, minden fatetején, diófa levelén, hogy szakított volna minden leány legény. Gyönyörű volt, a másik pillanatban pedig azt hallottam, lesz is maga just is az enyém. Tehát az orfeumok ö, silány darabjait énekelték, vagy nyáreste volt, pacsírta szólt a fán. Ezt olyan teli orokkal énekelték azok a parasztok, akik tudták, hogy a pacsírta soha nem száll a fára. De ezt a marhaságot elfogadták, mert a rádióból hallották. Volt néhány rádió akkor már a faluba, vagy katonaságnál hallották, tanulták meg. A szívük majd kiugrott eljéből, olyan diadalmasan tudták énekelni. De hát én nem tudtam, hogy mi a népdal, mi a silánydal, én ebben a világban öltem föl, úgyhogy velem is történt egy érdekes dolog. 1947-ben az unoka bátyám megnősült, és hát ki lehetett a vőfény más, mint én akkor már második, a harmadik a voltam pápán a Pápai Református Kollégiumban, tehát szinte a faluból azt mondhatnám, hogy csanádi utána a második értelmiségi, ugye? Értelmiséginek készülő fiatal ember, és akkor már tudtam valamit a költészetről. De amikor odaadták a kezembe a vőféj könyveket, hogy én ezeket tanuljam be, és mindent ugye a hívó szövegeket, az ételeket, fölajánló szövegeket, a menyasszony bucsúsztatás szövegét, én tanuljam meg és mondjam el, akkor ö, ö, teljesen kétségbe estem. Ö, azt mondtam, hogy én ezeket a műkedvelő, rossz, kántor, tanítós szövegeket nem vagyok hajlandó elmondani ö, Két hét alatt átírtam a vőfénykönyvet, teljesen minden sorát, és hát óriási sikerem lett. Csak egy példát idézek, hogy milyenek voltak ezek a szövegek, amiket nekem meg kellett volna tanulnom. Tisztelt atyafiak, egy kis csendet kérek, míg a mondandómnak végére nem érek. Mielőtte házat végképpen elhagyjuk, ékes mennyasszonyunk nevében búcsúzunk. Búcsúzna ő maga, de a szíve nehéz, ha édes szülei megtört arcára néz. Én tehát elmondom, mit elméje gondol. Na hát én nem mondtam el, mit elméje gondol, hanem ö, már ismerve a romantikus költészetet, különösen Vörös Martijét. Én a Merengőhöz című verset tekintettem kiinduló pontnak, és hát annak a szellemébe írtam át az egész menyasszony bucsúsztatót. Olyan zokogás volt a lakodalomban, még a férfiak is sírtak, még azok is könnyeztek, Hát ugye a Vörös Marti vers ilyen hangulatú, hová merült ez szép szemed világa, mi az, mit kétes távolban keres, talán a múlt idők setét virága, mint a, mint a csalódás könnyen ez Tehát ebben a stílusban írtam meg romantikusan ezeket a verseket, óriási sikerem volt, és itt meg kell állapítanom, hogy a, Előszörre a népköltészettel úgy találkoztam, hogy én magam zúztam szét azt, ami hagyomány volt. Mert ezek a kántor tanító szövegek igazi hagyományoknak számítottak. És én ezt elsöpörtem. Hát sokáig nem foglalkoztam aztán utána a népköltészettel. Természetesen pápán, irodalomórákon szóba jött az, hogy Petőfi és a népköltészet, Adi és a kuruc költészet, de ezek olyan természetesek voltak, nem néztem a mélyükre. Pedig Petőfi, ha meggondolom, Petőfi és arany is, elsősorban azt a realizmus tekintette kiindulásnak, ami a nagy realizmus, a 19. századi európai nagy realizmus esztétikájából eredt, nem a többi részét, hogy mi, még milyen lehet a népköltészet, milyen másféle, mennyire másféle, azt egyáltalán nem ismerték. Ugye Petőf írja a verset, hogy érik a gabona, melegek a napok, hétfőn virradóra aratásba kapok. Érik szerelmem is, mert forró a szívem, légy te aratója, édes egyetlenem. Hát ez nagyon hasonlít a népdalra, beillene népdalnak is, hiszen sok Petőfi verset népdalként is énekeltek, de ez csak egyik ága a népköltészetnek. Én persze sokáig nem tudtam ezt. Történt velem valami 56 után, ami elindított egy másik útra, talán 58-ban, igen, 58-ban behivatott engem a Népművelési Intézetbe Muharai elemér. Én nem ismertem őt, csak hallomásból, Martin György néptáncos, nagyszerű tudós elbeszéléséből és néhány barátom elbeszéléséből, Timár Sándor, Novák Ferenc, Pesovár Ernő szavaiból következtettem arra, hogy ez kitűnő ember, meg is hatottam, hogy engem látni akar, és de nem tudtam, hogy miért akar velem találkozni. Muharai elemér ugye a két világháború közti népi kultúra egyik legjelesebb embere, volt a Gyöngyös Bokréda egyik nagy szervezője, nagyon sok magyar együttes járta a világot, néptánc együttes, amely igazi dicsőséget hozott az országnak. Aztán színjátszó csoportokat tartott fönn, tehát Kodály nagyon becsülte ezért a munkájáért. Az 50-es évek, tehát 56 után az 50-es években persze hátra szorították őt is, a népművelési intézetben belökték egy hátsó szobába, ez olyan volt, mintha egy éléskamrába dugták volna el, egy kicsi szűk hely volt ez, és hát oda mentem be. És ö, azt mondta, hogy azért kérettelek, mert azt szeretném, hogyha segítenél. Hát teljesen összeomlottam, hogy én neki segítsek ennek a nagy embernek álltam, hogy ő, mire akar kilúgadni. Azt mondja, ugye te zámai vagy. Mondom, igen, zámai vagyok. Azt a Csanád Imre is zámai. Igen, zámai. Azt mondja, ha Csanád Imre megtette a magáét, akkor neked is meg kell tenni. Nem tudtam, hogy mire céloz. Azt mondja, a Csanád Imre Vargyas Lajossal együtt kiadott egy nagy kötet, tehát a Röpű Páva címmel, a magyar klasszikus balladákat, gyönyörű kötet volt, azt mondja, hát ha ő csinált valamit, akkor neked is kell csinálnod. De még mindig nem értettem, és akkor azt mondja, hogy azt kell csinálnod, hogy írnod kell egy színdarabot, népi játékot, falusi együttesek számára. Mert gondold meg, hogy mi történik itt a magyar parassággal. Régen, telente még voltak olyan darabok, amelyeket eljátszottak, és akkor elmentek színházba. De a városi ember bármikor megy színházba, a paraszt meg egyáltalán nem. Hát nem igazságtalanság ez. Az lenne a természetes, ha a parasztok ugyanúgy járnának színházba, mint a városi emberek. És most különösen szükség lenne rá, mert olyan zord idők következnek, és olyan romboló idők következnek a paraszti társadalomra, hogy azt mi nem is tudjuk fölmérni. Ezt mondta nekem. Hát én megijedtem először azért, mert én soha nem írtam, soha nem is gondoltam arra, hogy színdarabot írjak. Mondtam is neki. Azt mondja, nem érdekel, majd megtanulod. Majd megtanulod. Azt mondja, olvastam néhány versedet, és úgy látom, hogy ö, ö, benned lehet bízni, sok olyan dolgot tudsz, ami fontos ennek az országnak, ennek a nemzetnek, majd megtanulod. Elkezdtem vakarózni és ö, húzódozni, de Elemér bácsi, engem nem érdekel ez a, az úgynevezett népszínműves világ. Azt mondja, nem is az kell érdekeljen, hanem teremts újat. De mondom, én nem akarok Petőfi és Arany nyelvén írni ilyen ö, színdarabokat, azért nem akarok, mert engem már a modern költészet érdekel. És ugye 1954-55 táján, az új hang versrovatának a vezetője voltam, és kaptam egymás után Juhász Ferenctől, Nagy azokat a nagy verseket, Juhász Ferenctől a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából, Nagy Lászlótól rega, rega, a tűzről és a játszintról, havon szivárvány, vasárnap gyönyörre. Nem akarom mondani, hogy miket ezek számomra a magyar irodalom nagy csodái voltak, nagy teljesítményei nyelvileg, lélekben, újításban. Az 50-es évek szürke költészete után ez maga a, az igazi föltámadás volt, a költészet föltámadása, és ezt csak a modern költészet eszközeivel lehetett megteremteni. Mert amely a 19. századra vagy adira emlékeztetett volna, az már nem ugyanaz a költészet volt, ami engem érdekelt. És mondtam neki, hogy Elemér bácsi, engem nem érdekel, engem csak a modern költészet érdekel, és én annyira rabjává lettem, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni. Téged a modern költészet? Azt mondja, írt meg modern nyelven. Hát akkor még, még, nagyobb bajba kerültem, és hát nem volt hova vissza hátránom ettől, és megegyeztünk abba, hogy választunk egy balladát, a halára táncoltatott lány balladáját, amelyiket én földolgozok, úgy, hogy ebbe a nép lehessen énekelni, táncolni, drámát játszani, muzsikálni, gyerekjátékot játszani, tehát, hogy annak az egész népi kultúrának a teljességét, szervességét és természetességét adja vissza, amelyben a paraszti színjátszók jól érezhetik magukat, és ki is tudják teljesíteni. Ugye a Halára lány balladája az egyik leggyönyörűbb magyar ballada a klasszikus balladáink közül, nagyon egyszerűen szólva arról van szó benne, hogy van egy szegény fiú, aki beleszeret egy gazdag lányba. Hát ezek alaphelyzetek ugyanolyanok, mint a nagy görög drámák, amelyekben mondjuk van Kreon és van antigoné, Uh, ugye az egyik kiadja a parancsot, hogy mit lehet csinálni, a másik azt mondja, hogy én nem azt fogadom el, és szembe kerülnek egymással. Na, uh, itt is ebben a ballada játékban arról van szó, hogy ez a, a szegény fiú uh, el akarja hívni a gazdag leány táncban. Elmegy a lány házához, bekopogtat az anyja, azt mondja, hogy nem megy sehova, mert alszik, kertse föl, mondja a fiú, nem, Tovább erőszakoskodik a fiú, és akkor meghallja a lány, és elmegy vele. És akkor ö, oda a tánchelyre érkezve azt mondja a fiú, muzikás, muzikás, 12 muzikás, ha este meghúzod, reggel legyen vége, ha reggel meghúzod, este legyen vége. És ö, ez többször ismétlés, az az egyik kicsattanó sora, vagy kulcsszava, ha nekem nem adtak, másnak se adjanak, és halálra táncoltatja a lányt, majd ő is holtan bukik rá a lány holtestére. Tehát ez igazi klasszikus és a nagy drámák, tragédiák világához méltó játék. És én elhatároztam, hogy megírom de miután muharainak is azt ígértem, hogy én modern nyelven írom meg, elkezdtem ö, megismerkedni a népköltészet minden rétegével. Tehát nem csak azzal, amelyet az imént mondtam, hogy Petőfire hasonlít, Arany Jánosra hasonlít, hanem ö, olyanokat találtam, amelyek egészen mások, ö, mint ezek. Hát, hogyha idézek ö, belőlük. Ö, fölmentem a hegyre, lenéztem a völgybe, ott láttam egy asztalt búval megterítve. Két pohár volt rajta, csárdai benne, köszönts rám galambom, hadigyak belőle. Na most Petőfi rengeteg tájleíró verset írt, de olyan tájat nem mutatott meg, amelyikben egy asztal áll búval megterítve. Tehát ez e, nem a e, valóságosabb látható tájon, hanem ez a lélek belső táján van ez, ez az asztal, ugye? Vagy e, Istenem, Istenem, árazd meg a vizet, hadd vigyen el engem apám kapujába, anyám asztalára, hadd tudják meg immár kinek adtak férjhez. Most ha a képtelenségeket látjuk, akkor az, az özönvíz, vagy az áradó víz, hát holtam vihetné el, ugye, az anyja asztalára, hát teljesen logikátlan, ha úgy tetszik, de a költészet ereje éppen ebben mutatkozik meg, vagy... Én vagyok az, aki nem jó. Fellegajtó, nyitogató, nyitogatom a felleget, sírok alatta eleget. Sorolhatnám még tovább, vagy ilyenek, hogy síras anyám, síras, még előtted állok, nem síras anyám, síras még előtted állok, mert ugyan nem tudom, hol leszen halálom, erdőne, mezőnne, tenger tetejénne, tengernek feneke az én derék tengernek teteje az én takarózom, kígyók, békák szeme, én égő gyertyáim. Tehát ennek ahhoz a szép, csöndes, természetes népköltészethöz, hogy virágökröm kiveretem a, a virágökröm kiveretem a rétre, elveretem a harmatot előre, nem hallom a virágökröm korompját, az én rózsám mással éli világát. Ezekhez képest ezek hátborzongatók. Ez csak egyik rétege a népköltészetnek. Van ennél még százszorta izgalmasabb, nyugtalanítóbb, és a modern költészettel nagyon-nagyon közeli rokonságban élő rétege is. Találtam olyan versek, népdalokat, amelyek valóban a megszokott köznapi valóság fölött, nagyon-nagyon magasan fölött álltak. Például egy ilyen a puszta tetején sok csikók nyerítnek, anyám, édesanyám, miért szültél engemet? Szültél volna követ, ne leány gyereket. Szültél volna követ, ne leány gyereket. Vagy a körös főjek, minnyáján ismerjük a dalt, ugye azt éneklik, hogy körös fői templom előtt három ágú diófa nőtt. Három ága, hat levele, tilos a szeretőm neve. Hát a körösfélyek tudták, hogy kb. 110 ezer levele van a diófának, nem három ága és hat levele, és mégis azt énekelték. És akkor kaptam én igazi indítatást arra, hogy igenis ezen a nyelven bátran nekivághatok megírni ezt a darabot. Egy részletet olvasok föl belőle, egy olyan részt, amikor az édesapa, a fiú édesapja meghalt, és annak a szelleme jelenik meg a színen. Most kell a hold, most kell a hold, ezüst mezőkre hull a harmat, jegenyék csontváz árnyékára a szélbikái rátaposnak. Most kell a hold, most kell a hold, ázott falevél fekhelyükről fölemelkednek a halottak, akit az élők megidéznek, a régi úton hazaindul, a homály útján hazaindul. Valaki engem is hívott, vagy csak egy szótlan szenvedés fák gyökeréig lefutó kín, az hívhatott, az szólított. Édes fiam, Szabó Gábor, mintha látnám árnyékodat, Miért jártál te itt az előbb? Mit kerestél itt a házban, Sági Bíró udvarában? Sági Bíró egyetlen egy lányát vitted volna táncba, az én fiam gazdag leányt, virágokon lépő pávát, kék csillagok tükre elő töltözködő tulipántot? Na, szóval körülbelül ebben a modorban írtam meg az egész játékot, és akkor már csak egy együttest, színjátszó együttest kellett találni ahhoz, hogy ki tudná eljátszani ezt és sármeléken találtunk egy ilyen együttest több ember tanácsára, és oda Bodnár Sándorral és Tímár Sándorral. Bodnár Sándor a Nemzeti Színház segédrendezője volt, Tímár Sándor pedig táncos. Lementünk, hogy bemutassuk ezt a darabot. Körülbelül 35-36-an fiatalok, idősek jöttek össze, a tanító vezetésével ő volt a fő, -fő rendező, és hát ahogyan színházban szokás, én felolvastam az egész darabot. Mondanom se kell, amikor befejeztem, olyan néma csönd lett a teremben, amilyen csak egy ravatalozóba tud lenni. Én azt gondoltam, hogy én magyarul írtam, tehát minden világos, és éreztem, mindenki lehajtotta a fejét, hogy egy árva szót nem értettek az egészből. Hát nem tudtam megszólalni. Én is lehajtott fejjel álltam, hogy valami történik, Eltelt három perc, négy perc, öt perc, már nagyon kínos volt. Egyszer csak föláll egy ö, ö, fiatalabb ember, és azt mondja, hát tudjuk, hogy ez magyarul van, de mintha ki lenne mindennek tekerve a nyaka. Minden szónak ki, ki lenne tekerve a nyaka. Hát ez már jó volt, hogy legalább megszólalt, és ezt mondta, azt mondja, például olyasmit írt a végén, hogy a halott kőből van. Hát a halott az nincs kőből, a halott az halott. Valóban volt egy négy soros lész, ugye amikor a lány meghal, a lány pajtásai vállukra veszik és hazaviszik az édesanyja házához a halottat, és valaki ott áll a fejénél, és ezt mondja, szép fehér szegfűszál, kettét tört a halál, mintha kőből volnál, kőből és holdfényből. Na erre utalt ez a ö, ö, fiatal ember, hogy a halott az nem kőből van és holdfényből, a halott az halott, nem? És amikor ez a mondat elhangzott, akkor én fölszabadultam, és azt éreztem éppen az előző dolgok ismeretében, hogy a, az, a népköltészetben milyen csodákat ö, ismertem én meg, akkor talán uh, tudok hangot találni velük. És elkezdtem érdeklődni tőlük. Mondják, nem szoktak olyasmit mondani a gyereknek, hogy te tök mag gyere ide. De hát persze, hát még babszem, ő ankó, ő ankót is mondunk, meg nem, tücsök is mondunk, meg mindenfélét. És az, hát nem, de hát uh, ezt szoktuk na mondom, nem, nem, szóltam egy szót, se hallgattam tovább. És akkor elkezdtem a népdalokat idézni nekik. Mondom, ismerik azt a dalt, népdalt, hogy lányok ülnek a toronyban, aranykoszorúban, arra mennek a legények sári sarkantyúban, lányok vagytok, szépek vagytok, piros az orcátok, kertbe mentek, rózsát szedtek, szívem szakad rátok. Ismerik persze, semmi furcsát nem találnak ebbe. Ebbe. Hát ebben nincs semmi furcsa. Gondoltam, ez már jó jel. Mondom, az se furcsa talán, hogy lányok ülnek a toronyba aranykoszorúban. Hát ez talán egy kicsikét furcsa. Meghökkentek, nem szóltam semmit. Hát azt ismerik -e, hogy házunk előtt folyik el a berettyó, abban úszik egy fekete koporsó. Koporsóból kilátszik a szemfödél, Régi babám, Dejjába szerettél. Volt, aki ismerte, volt, aki nem. Kérdezem tőlük, hogy nem furcsálják ezt a négy sort? Húzogatták a szájukat, a homlokukat, ráncolták? Nem. Mondom, hát ö, 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 azért nem értem magukat. Úgy viselkednek, mintha a folyóban itt a koporsok csak úgy uszkálnának, mint a kacsák, és maguknak ez nem tűnne föl hát akkor egy kicsikét meglepődtek, mert ugye az van, hogy ott tuszkálnak a koporsok ajzébe, a a berettyóba. Tehát már közelebb jutottam, és akkor mondtam nekik, hát azt ismerik el, hogy annyi bánat a szívemen, két rét hajlott az egeken, ha még egyet hajlott volna, szívem ketté hasadt volna. Mondom, képzeljék el azt a világ nagy bánatot, amelyik fölnől az egeki, ott ketté hajlik, és hogyha ketté hajlik, a maguk szíve meghasad. Hű, ha, hát azért ez egy kicsikét már cifra, de értették tökéletesen, csak a képzeletükkel sose gondoltak utána. És akkor egy modern verset is idéztem nekik, József Attilát, Ódában van egy rész, ugye, ez így hangzik, hogy milyen magas se hajnal jég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem, hallom, amint fölöttem csattog ver a szívem. Hát mondom, József Attila tudta, hogy a szíve nem fölötte csattog ver itt, hogy ez mennyire rokon azzal, hogy annyi bánat a szívemen, két rét hajlik az egeken. Hát nagy-nagy csodálkozás és odaadás és figyelem, és hát ilyenkor a terem, a fennvaló meg szokta segíteni az embert, eszembe jutott egy nagyon közönséges népdal. A szántói híres utca címbalommal van kirakva, ha még egyszer végig megyek rajta, nótát ver a csizmám sarka. Hát ugye, Mondom, látták, lá, ismerik a dalt, ismerték, énekelték is mindig szívesen. Mondom, van-e annyi cimbalom a világon, amennyivel a az, ö, szántói híres utcát ki lehet rakni? Hát ugye nincs. És hogyha ö, volna is annyi cimbalom, akkor se raknák ki. És képzeljék el mégis a férfi, aki ezt énekli, azt mondja, ha még egyszer végig megyek rajta, mert ha egyszer végigment volna rajta, és maguk ezt éneklik, és semmit nem találtak furcsának. És akkor a költészet természetéről beszéltem nekik, hogy mennyivel más, mint a köznapi valóság, mennyivel jobban kifejezi azt, ami az ember belső világában van. Mondom, hát maguk a Bibliát is ismerik, Hát a kígyó beszél az édenkerbe, Évának is mond valamit, Ádámnak is mond valamit, beszél. Hát ezt nem furcsáják És azt, ezt a szövegeket, amiket én írtam, furcsálják. Na nem akarom tovább uh, húzni a dolgot. Uh, annyira megértették, uh, nem beszélve arról, hogy aztán én a szürrealizmussal is sokat beszéltem nekik ott, parasztoknak, arról, hogy uh, van egy uh, egy modern költő, André Breton, akit a szürrealizmus pápájának neveznek, és ír egy verset, amiben ilyen sorok vannak, hogy asszonyom haja tűz, asszonyom hát a fölfele menekülő madár, asszonyom torka aranyvölgy. Ez egy szerelmes vers. Mondom, hát ugye azt is lehet érezni, hogyha azt mondják, hogy asszonyom haja rőzsetűz, hogy hát vörös haja van de azt is lehet érezni, hogy, hogy annyira izgalomba tart, mint hogyha lobogna, égne, stb. stb. És akkor megint találtam egy olyan balladát, amelyikkel meg tudtam világítani ezt, ezeket a képeket, hasonlatokat, szürrealista vonatkozásokat. Van egy balladánk, a Komáromi Lány balladája, amely arról szól, hogy ugye régen, akkoriban még, a 16.-17. században ők kimentek a Dunára vizért, és onnét vitték a vizet korsóval. És a Komáromi Lány is kimegy a, vizé, kimegy a Dunára vizért, és látja, hogy jön egy török csapat, és halálra rémül, mert tudja, hogy nőket raboltak el, és elvitték, eladták, vagy megszégyenítették, és tönkretették őket. Tudjuk, hogy az ázsiai piacokon hány magyar fiatal ember és hány magyar fiatal lány végezte, és a lány, a balladabeli lány beleöli magát a Dunába inkább, mint hogy elfogják a törökök, és fölének el a vizalól, és ilyeneket mond, hogy Dunának két széle, koporsom két széle, Dunának habjai az én szemfödelem, és itt jön a nagyon különleges sor, Dunának halai, koporsom szögei. Ezt nem szürrealista költő írja a 20. században, ezt a 17. vagy a 18. században, de 17. században Mondja valaki abból a paraszti világból, amelyik a létről gondolkodik. Mert nem a legszebb képzet, hogy a Dunának halai koporsom szögei. Ez volt talán az, amelyik végleg meggyőzte őket. Most mi történt? Az történt, hogy annyira megszerették ezt a játékot, még Pesten a Vikszínászba is előadták vidékeken is nagyon sok helyen előadták, és tíz évvel később, amikor elmentem Sármellékre, és kihívtak a Szőlőhegyre, kiderült, hogy mindenki a 70 oldalt még mindig kívülről tudja. Előbb megértették, hogy mi a modern költészet lényege, mint idefön Pesten, mert Juhász Ferencet, Nagy Lászlót, engem is, a modernségünk miatt ócsároltak, meg ostoroztak, meg lefitymáltak, stb. stb. És a parasztok szinte azt mondhatnám, hogy nagyon rövid idő alatt tökéletesen megértették, hogy mi a költészet, mi a modern költészet, és el is fogadták. Úgyhogy életemnek ez volt az egyik <kül> nagy ajándéka. Ez bátorított aztán tovább föl, hogy ezt a kultúrát nem lehet elhagyni. Hát ö, ö, ezer év alatt ö, halmozódott föl, és mi minden elveszett. Bartókék ö, csak a század elején, 1906-ban kezdték ö, kiadni, hát előbb elkezdték gyűjteni valamivel, Vikár Béle is, de Bartók és Kodály, ha jól emlékszem, éppen 906 ban adták ki a magyar népdalokról szólók kötetett, és ö, ö, azt mondták, hogy az utolsó, a 24. órában vagyunk, hogy összegyűjtsük ezeket. Mi minden elveszett, és ez a két lángelme erre tudta az egész életművét fölépíteni. És akkor az ember azt érzi, hogy hát ö, ennél fontosabb nincs, hiszen ez mind a nyelvbe gyökerezik, mind a képzeletbe, az egy nemzet képzeletébe, érzékenységébe. Úgyhogy mindent elkövettünk, hogy ez a kultúra megint kerüljön a figyelem középpontjába. Ráfújtunk, mint a parázsra, hogy lángoljon föl, lobbanjon föl. Hát azért ebből... Ö, születtek a kecskeméti népzenei találkozók, ebből született a Táncházmozgalom. Hát ugye ö, itt is ö, meg kellett fogalmazni, hogy mit gondolunk. Amikor először jöttek össze a néptáncosok, ahol most az írók könyves boltja van, amögött volt egy kis terem, és ugye elhatározták, hogy ők mindig a színpadon táncolnak. Mi lenne egyszer, az együttesek együtt is táncolnának a Földön? Tehát nem csak ö, úgy, ahogyan a színpadi ö, előadásokat élik meg, hanem a maguk kedvére. És ö, óriási sikere volt ennek a gondolatnak, és akkor fogalmaztam meg én, ö, illusztrációként. Igen, a néptáncnak is két korszaka volt, az egyik az, amikor fölkerült a színpadra, a másik az, amikor újra lekerül a földre. És ez volt a táncházas mozgalom egyik szólama, és meg kell mondanom, hogy <kül> sehol nem éreztem olyan jól magam Budapesten, mint a Fehérvár úti táncszázas találkozókon, és még arra is büszke vagyok, hogy Timár Sándort én beszéltem rá, hogy Nagy Lászlóval írassa meg a táncberi táncszókat, és még ma is él, és mindig élni fog ez a vers, mert nagyon szép táncot, koreográfiát csináltak rá. Hihetetlen erő van benne, és hihetetlen szépség. Valóban elmondhatom, ugyanúgy, mint ahogyan Bartók annak idején elmondta, hogy nyomorúságos helyeken gyűjtöttek, elvadult, lepusztult helyeken gyűjtöttek népdalokat, népzenét, de életének ez volt a legboldogabb korszaka. Ezt ő megírja. Én is elmondhatom, én is sokat gyűjtöttem is kallossal, de foglalkoztam, a már fölgyűjtött anyagon belül, tehát azon a ö, szellemi világon belül, amelybe be kell illeszteni ö, a népköltészet, a népzene, a népdalok világát. Hát talán már ö, tegnap ö, volt róla szó, már nem emlékszem pontosan, hogy ki is mondtuk, hogy ö, ö, talán ki is mondtuk, hogy ahogyan ö, egy népnek, nemzetnek vannak lángelméi, Éppen azáltal, hogy egy nép ilyen kultúrát tud teremteni, maga is lángelme. Névtelenek csinálják. Hát gyönyörű dolgokat. Elfelejtettem mondani, amikor a saját falum hagyományairól beszéltem, hogy Csanádi Imre, aki költő volt, ketten osztozkodunk a faluban, ugye ezen a címen, ő az öreg utcaiak költője, én az új utcaiak költője vagyok, de nagyon békésen megfértünk egymással. Ő ott gyűjtötte attól a parasztembertől, akit én is legjobb, nagyon jól ismertem, a magyar népköltészet egyik legszebb példáját. Valaki jár a kertemben, fekete galamb képibe, Töri virágomnak színét, rozmaringomnak elejét. Ugye, amikor Adi szimbolizmusát emlegetjük, akkor itt van egy másfajta szimbolizmus, amely nem ismert semmi irodalmi irányzatokat, de a lélekből magából bújt elő. És én állandóan azt éreztem, míg a népköltészettel foglalkoztam, hogy tökéletes átjárás van és kapcsolat a úgynevezett magas költészet és a népköltészet között. Én mind a kettőbe teljesen otthon éreztem magamat. Tudtam, hogy az egyik milyen kényszerek hatására alakul így, és a másik ugyancsak milyen belső érzelmek hatására alakult úgy. Ugye amikor az ember arról gondolkodik, hogy a 18. század költői, akik először kezdtek foglalkozni a népköltészettel, még milyen nyelven írtak, és milyen volt a népköltészet nyelve, akkor egy kicsikét csodálkozik. De én tökéletesen megértettem ezt a kettősséget, éppen Szatmár Csekén. Amikor már sok mindent tudtam a kétféle költészetről, népköltészetről és a magas, úgynevezett magas költészetről, elmentem Szatmár csekére, hogy megnézzem Kölcsei Ferenc síremlékét. Akkor én még nem ismertem ezeket a ö, csónakos alakú fejfákat. Hallottam róluk valamit, de egészen más volt együtt látni. Van egy temető, Fekete, csónakos fejfák vannak. Európában ilyen gyönyörű, remek művű te temető nincs. Ezt ugyanúgy hoztuk messziről, magunkkal, mint ahogyan a dallamokat hoztuk. És itt megmaradt. Ebben a temetőben nyugszik Kölcsei Ferenc is. Az ő síremléke a görög és a római klasszikus formák nyomán született meg, hat márványoszlop, és azokon különféle szimbólumok, lant, meg múzsák, meg stb. stb. És van egy másik, kölcsönének a síremléke, egy kettébe tört márvány, mert aki, öngyilkos lett, annak csak ilyen síremléket lehetett állítani. És nagyon gyakran elgondolkodtam, hogy milyen kettős kultúránk volt nekünk akkor, amikor Kölcsei ott a faluba Szatmárcsekén élve írta a maga megrendítő szép verseit, a, a például a húsz című versét, Hadd, föl, hadd olvassak föl belőle néhány sort, csak érzékeltetésül. Búzs düledékeiden husznak romvára megállék. Csend vala felleg alól szállt fel az éjjeli hold. Szélkele most, mint sírszelekél, s a csarnok elontott oszlopi közt lebegő rém alakinte felém. Ez a klasszikus magyar e, irodalom költészet hangján szólal meg. A szomszédban élő parasztok egészen más nyelven, de a maguk teremtő ösztönével teremtve e, népköltészetet másképpen beszéltek. E, azt szoktam mondani, hogy a csukok átjártak, csukok átjártak, a kutya átúgatott, de a két ház között óriási különbség volt, mert a szomszédban mondjuk ilyen balladát énekeltek, hogy lassan járj, lassan jár, én jegybéli mátkám, már aranykoszorum félig vérben úszik. Ez nem követte a korabeli irodalom kötelező esztétikai törvényeit, amelyek európaiak voltak, és szinte a kötelezőek az irodalmi életre, ez a maga természetességével, a másik a maga természetességével született. Különböztek, én mégis állandóan együtt hallottam őket, mert azt éreztem, hogy a magyar nyelv szülte meg mind a kettőt. magyar nyelv adott lehetőséget mind a kettő csodájára. És így is kellene erről gondolkodnunk, hiszen ö, ö, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Szent István alkotása, az, hogy államot alkotott, az ö, óriási cselekedet, az, hogy ez a nép nyelvet teremtett, ez ugyanakkor alkotás. Semmivel se kisebb, és minden ö, mozzanatát, minden értékét meg kell becsülnünk. Minél többet foglalkoztam a népköltészettel, különös módon, annál inkább otthon voltam az úgynevezett magas költészetben, és fordítva. Mert állandóan ö, találtam olyan ö, megfeleléseket, olyan visszhangokat, amelyek teljesen törvényszerűen, mindenféle szándékoltság nélkül fölidézték egymást. Ö, van egy ilyen különös, népdal kezdő sor, hogy elment, elment az én párom, világgá ment egy fűszálon. Ez annyira a sejtelmek, a lebegések, a, a megfogalmazhatatlan dolgok világában születik. Ugyanúgy, mint József Attilának az a híres verse, hogy a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek, szeliden, Nézik, nézik a csillagok. Ez ugyanabból a lélekből születik. Noha egyáltalán nem ismerték egymást, de tudták, hogy van a világnak ilyen nagy üre, ilyen nagy árvasága, ami megszüli mindkét verset. És ezért én a két költészetet tökéletesen egyenértékűnek tartom, és remélem, hogy lesznek utódaink, akik ugyancsak ezt gondolják majd mind a kettőről.